I was born in 1983, so I'm 40 years old this year. I'm single with no children, and I think I might end up being single for the rest of my life. Recently, many people have been introducing potential partners to me, but I've declined all of them. I'm not very interested in meeting new people, as getting to know someone from scratch feels exhausting. And if it doesn't work out, it's just a waste of time. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Én egyáltalán nem akarok tiltakozni, mert természetes, hogy a nőnek meg kell válogatni, hogy ki az, akivel elkezdi az életét, ugyanis amennyiben eljut a gyermekvállalásig, az a kapcsolat, akkor gondoskodnia kell valakinek a családról, és az a férfi lesz, hogyha az nem képes gondoskodni a családról, akkor minek házasodjon meg? Legegyszerűbb ezt lemérni azzal, hogyha előre elkéri ezt az összeget a nő, és azzal a férfi demonstrálja, hogy képes eltartani a családot. A probléma nem ezzel van, a probléma azzal van, amit a nő ad cserébe. De azt megtárgyaltuk már, The number of single women in China has surged. According to statistics, there are currently about 116 million single women in China, forming a unique social trend. Among them, the increasing number of unmarried female white collar workers are referred to as high quality single women. According to the prevailing Chinese saying, they are left alone because they are outstanding. But what causes anxiety among older women is that, compared to men, women's fertility is naturally limited by age. és elkerülhető mindezek a problémák akkor, hogyha a nők változtatnak azon a stratégián, ahogyan hozzáállnak a párkapcsolathoz. Hogyha valaki szeretne ilyet, hogyha valaki gyereket akar, házasságot, egy tradicionális életet, akkor változtatni kell azon a hozzáálláson, amit mindenki más csinál, hisz az nem vezet célra. Arról beszélt hosszasan az imént, hogy minél magasabbra kúszik egy nő a társadalmi vagy kompetencia hierarchiában annál nehezebben fog találni magának párt. Az oka ennek az, hogy a nők nem úgy gondolkodnak, mint a férfiak. A férfiaknak nem probléma ezen a hierarchián lefelé párkapcsolatot találni, vagy feleséget találni, akár házasság céljából sem. A nők nem így gondolkodnak, hanem mindig felfele tekintenek. Minél feljebb kerül egy nő, annál kevesebb férfi található a társadalmi hierarchiában az ő a fölött, ezért hát csökken az a demográfia, amiből ő választani tud férjet magának. Ezzel egy időben, minél följebb van egy férfi, annál nagyobb a választék, annál kisebb az esély arra, hogy egy férfi 35-40 éves nőt fog választani házasságra, aki végtanulta az egész életét, mindent tud, okos, mindent jobban tud természetesen, meg meg is mondja. Ezért hát ezek a nők kiszorulnak a párkapcsolati piacról, és növekszik azoknak a száma, akik tartósan egyedülállóak. Hogyha valakit ez nem zavar, akkor egyszerűen csak ne figyeljen arra, amit mondok. Ha valakinek más tervei vannak azonban, mint ennek a 116 millió nőnek, aki tartósan egyedülálló, és a társadalom számára maradék, akkor azok jobb, hogyha átgondolják a stratégiáikat. Azért akarják a szülők, hogy legyen nőnek vagy a férfinak kapcsolata, és házasságban éljenek, és gyerekeket szüljenek, hogy menjen tovább az a család. Gyerekek nélkül kihal az a dinasztia megszakad az a nemzedék, és nem folytatódik tovább a család. Ha mindenki így gondolkozik, vagy kellőképpen sok ember így gondolkozik, mint manapság, az azt jelenti, hogy az egész emberi faj kihal. Szóval eljutottunk egy olyan pontra, hogy az emberek, különösen a nők egy jelentős része olyan önző lett, hogy kihal az emberi faj ezen önzőség és egocentrizmus miatt. Medically, pregnant women over 35 are considered to be in the category of advanced maternal age, while men can still have normal fertility even into the 70s. The consequences of advanced maternal age, such as a five fold increase in the probability of congenital deformities in newborns and an increased risk of maternal complications, are even more worrying and frightening for many women. Clearly, the natural structure of women's bodies cannot be altered, and this is one of the key factors that strikes many single women. Nowadays, Mivel már azok a nők is egyetemre járnak, főiskolára járnak, benne vannak az oktatási rendszerben, szívják magukba a propagandát, vesztegetik el a legjobb éveiket, a fiatalságukat, hiába valóságokra és hiába való módon. Azután az urbanizáció következtében bekerülnek a városba, és ugyanaz a mentalitás alakul ki az ő fejükben is, mint a városi társaikéban. Ez egy intelligens manőverezésnek az eredménye, és a nők csak egyszerűen elfogadták, meg beveszik a propagandát. De az ellenség az, aki a háttérben dolgozik, ő az, aki tönkre akarja tenni az emberiséget, és tönkre is tette. Azt kell, hogy mondjam, hogy el kell, hogy ismerjük, hogy az emberek olyan ostobák, úgy unblock, hogy csak egyszerűen félrevezette az ellenség mindenféle hazugságokkal a többséget, és csak csinálja a többség azt, amit az ellenség elvár, aminek az eredménye az, hogy önként bemasírozunk egyfajta börtönbe, feladjuk minden szabadságunkat, mindenféle kritikus gondolkozást, még gyakorlatilag a túlélésünket is, annak érdekében, hogy valaki gondoskodjon rólunk. Amennyire hihetetlen, olyan szánalmas a helyzet. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a yahooautja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok infobubble, illetve Jahua útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették Eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!